Indul a Tour de Zalakaros. Június 17-től 19-ig várják a szervezők a bringásokat és az érdeklődőket is. Jankovics Ferenc, a tekeregyesület elnöke elmondta, az ország egyik legszebb és szakmai szempontból a legjobb területén megrendezett versenyen idén a nevezők is többen vannak, és a programok is színesebbek. Az egyik oka ugye az, hogy én Nagykanizsán és környékén 35 éve kerékpározom, akár mint versenyző, akár mint a profi csapatommal, ugye ez egyik ok, hogy a térséget imádom és szeretem. A másik oka igazából nagyon sok helyszínt megvizsgáltunk, amikor gondoltunk arra, hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, és kimerem jelenteni, hogy Zalakaros az ország egyik olyan pontja, ahol ennél ideálisabb körülmények, mint amik itt vannak, nem sok van arra, hogy egy ilyen kerékpáros eseményt megrendezzünk. Miért mondod ezt, hogy elhangzott, hogy különleges a helyszín? Miért különleges? Mitől különlegesebb ez, mint bármelyik másik? Hát ugye ezt ilyen sportszakmai szempontból vizsgálva elsősorban, ugye itt a kerékpárosok az országúton kerékpároznak, és olyan utakat kell találni, ami olyan kisforgalmú utakat, amit részlegesen úgy le lehet zárni, hogy a résztvevő biztonságban vannak. Ez egyik talán legfontosabb szempont ahhoz, hogy egy országúti kerékpáros rendezvényt megcsináljuk az országba. Eddig 8-szor nagy sikerrel zajlott a rendezvény, a Tour de Zalakaros. Most a 9. alkalommal mire számítotok, hány nevezőre számítotok, milyen létszámra számítotok? Szerencsére elég sok munkánk van benne, és minden évben látjuk azt, hogy egy picit többen vannak. Most jelen pillanatban 1200-nál volt az előnevezők száma, ami közel 400-al több, mint a tavaly ilyenkor. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén is egy picit hozzátettünk ehhez a rendezvényhez. És ez lett volna a következő kérdés, hogy miben más a 9. Tour de Zalakaros, mint az előző 8? Hát számtalan szponzor, új szponzor beszállt, támogató, akiknek a segítségével még színvonalasabb rendezvényt tudunk. Itt gondolok az útlezárásokra, a rendőrségi kíséretre, a frissítő állomások gazdagságára. Szóval sok olyan apró dolgot tudtunk hozzátenni, ami egy új kalandpark belépésével, ugye ingyen belépőt kapnak a rajtszámhoz a nevezők, fürdőbelépő. Szóval úgy gondolom, hogy európai szintű rendezvényt fogunk tudni csinálni idén is. És hát azért a nyeremények sem semmik, hiszen gondolom az első helyezett kap majd egy nagyon-nagyon értékes nyereményt. Igen, ugye jellemzően a maratonokra kisorsoljuk a nyereményeket, úgyhogy a legkisebb indulótól a legidősebbig, vagy a legerősebbtől a leggyengébbig bárki megnyerheti. Ugye az első díj idén is egy Bianchi olasz típusú versenykerékpár lesz, ami 600 000 forint értékben lesz, és sok kisebb díjat is kisorsolunk, kerékpárt is, rengeteg wellness hétvége felajánlásunk van, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes eljönni Zalakarosra. Mennyire nehéz egyébként teljesíteni ezt a távot? Nyilván neked, mint kerékpárosnak, edzésben lévőnek, de ahogy láttam, a programban lesz családi túra is. Hát úgy állítottuk össze most már évek óta a programot, hogy az abszolút kezdőktől a vérprofikig mindenkinek élmény legyen ez a hétvége. Hát a hosszú távot azt én állítottam össze, úgy, hogy az én kedvenc hegyeimet, meredek emelkedőimet, amin már évek óta, évtizedek óta bringázom, benne legyen, hogy legyen azért kihívás ez a hosszú táv. A középtáv az egy dimbes, dombos, de nem mondanám gyengének, és a rövid táv az pedig tényleg egy családi kirándulós nap, teljesen sík és rengeteg attrakcióval tele. Lehet tudni ezekről az attrakciókról? Vagy ez még titok egyelőre? Hát ugye a helyadottságai Kis-Balaton, ugye nem kell mondani, számtalan látnivaló van, bemutatóház, zobori kalandozó, közben még kalandpark, kerékpárút a természetvédelmi területen, Kányavári sziget, Bivaj rezervátum. Én azt gondolom, hogy nem is elég egy napra.